Isten hozta önöket a Téli Múzeum baráti körének irodalmi rendezvényén, a Héttorony irodalmi magazin felolvasó délutánján. Örülök, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívásokat. Szeretettel köszöntöm Lovas Mártont, a baráti kör elnökét. Tisztelettel köszöntöm a Héttorony irodalmi magazin főszerkesztőjét, Szerkőző Attilát. A Héttorony jelenlévő vezetőit és szerzőit, határon innen és határon túlról. Nagy tisztelettel köszöntöm Verő László özvegyét, Lénát. Köszöntöm a közreműködőket, Lénár Attilát, a Irodalmi Rádió előadóját, és Muszka Zsuzsannát, a Debrecen Egyetemet, a Héttoronyról. A Héttorony irodalmi magazint 2006. június 3-án alapította Velő László író, aki 1986 óta a Héttorony reklám, propaganda és könyvkiadó Kft. Vezetője, majd megnyitotta Budapest Székesfőváros könyvesházát, mely könyvesboltként és kávéházként is funkcionál. Innen már csak egy gondolat kellett, hogy az internet adta lehetőségeket kihasználva létrehozza a virtuális kávéházat. Ahogy a weblap beköszöntőjében is írta, az írni és olvasni vágyókat várta ide, akik egy szerkesztőség által megszült európai társaságban mulathatják a drága idejüket. Verő László 2007-ben örökre itt hagyott bennünket, ekkor rövid időre Verzár Éva, majd azt követően Serfőző Attila vette át a főszerkesztői stafétát, és jelenleg is ő látja el ezt a feladatot. A toronylapok számos alkalommal találkoznak toronyesteken. Ennek a szép hagyománynak a részesei vagyunk ma itt. Felkérem Lénár Attilát, hogy mondja el Verő László holnap című versét. Verő László, holnap. Valaminek lennie kell azután, hisz nyomtalan menni el innen oly lehetetlen, oly sutatlan. Mindaz a végtelen bánat és kívidelen, csöpp örömök, pillanatok, megmaradtán az a pár suta írás, néha mosolya kihűl szemeken. Hallod-e hangom, mi egyre csak tompul? Lesz-e az ajkamon szó, ami fontos? Hol van a kezdet és merre a cél? Lesz-e még holnap, vagy itt-e a vég? Felkérem Serfőző Attilát a Héttorony irodalmi díjak átadására. Szeretettel üdvözöllek titeket. Nem vagyok egy nagy szónok, tehát rövidre is fogom. Az idei Verő László díjat díjra kategóriába Verbánszki Rudi barátom kapja, és kérem. Laci barátom. Köszönöm.
és ezen elmegnyitom a felolvasó verset, mindenkinek jó szabadságot.